Sziasztok! Szeretettel köszöntöm az érdeklődőket, a nézőket. Az M3 autóparkba jöttem el a Mazda 6-osunkkal, egy sportkombival, amit szeretnénk nektek itt menet közben is megmutatni. Velem van Concerto is, meg a két kollégám is, jobban oda nem, azok a telephelyen maradtak szerintem. Valamilyen ok folytán, azt is szerintem megtudjuk a végén, hogy miért maradtak ott. Tehát akkor nézzük meg menet közben is, és itt álló helyzetben is egy pillanatra, mert hogy sok mindent szeretnénk megmutatni, mert egy nagyon jó felszerelt darabot nézzünk meg. Úgy hívják ezt az autót, hogy Mazda 6-os sportkombi 2.0 CDTE plusz, nagyon sok extra van benne, illetve talán a fő extrája az, hogy mellettem ül Concerto, nem, hanem az, hogy hozott magával egy digitális szervizkönyvet, 3 lapból áll, és ez végig követhető visszamenőlegesen. Az autó teljes karbantartása fényképek között meg lehet találni, majd az oldalunkon m3autopark.hu oldalon, ott lehet nézegetni a digitális szervizkönyvét a járgánynak, amúgy megvan a gépkönyve leírásai, 2 darab gyári kulcsa, 2 ilyen bicskás kulcsa van, fantasztikus Bose hifi rendszer van az autóban, MP3-at is tud lejátszani, és 6 darab CD lemezt lehet beletuszkolni, ugye ide a tárba. Digitális két oldalra szabályozható külön-külön ugye a klímája, 6-os a kéziváltója, és a motorja egy 2000-es dízel motor, ami 140 lóerős. Az autónkban van esőérzékelő, van fényérzékelő, van kanyarkövetők, xenonlámpa, kipörgésgátló, 4 elektromos ablak, és a tükrök pedig behajthatóak elektromosan. Egy mozdulatra mind a kettő szépen behajlik, így parkoláskor mondjuk éjszaka nem töri le mondjuk egy rolleres, vagy biciklis, vagy egy félrészeg ember. Az ablakok és egyéb iránt minden működik benne, helyesen, rendesen, úgy, ahogy kitalálták ugye a Mazda műveknél. 67.184 km futott összességében az autó. Van benne tempomat, van benne kormányról vezérelhető, ugye, mint mondottam, Bose rendszerű hifi. Kinyitom az elejét, megnézzük majd ezt a motort is. Az ülései szövetkárpitosak, van benne légzsák elől, oldalt és függöny légzsák, ott fönt az oszlopban látható a jelzés. AUX csatlakozó, a könyöktámaszban, ami állítható, és pohártartó, középpen ezt látom itt hirtelenjében, és egy lila metál színű ez az autó, én még mindig úgy látom, tehát fekete és lila színben pompázik ebben a kellemes szűrt napfényben. Gyári felniken, Bridgestone márkájú nyári gumikat látunk. Itt vannak a xenonlámpák, ugye a lámpamosó és kötfényszóró, ugye. Nézzük meg a mocit. Teljesen új aksi van benne, most kerül bele, garanciális új akkumulátor. Így ketyerészik a moci, a 140 lóerős motor, tehát nagyon szépen lehet vele autózni. Itt látjuk az alvásszámot. Hát amit láttak itt, amit meg fogok nézni, ugye a folyadékszintből a fékolajat itt hirtelenjében. A fék folyadékszintük rendben van, és egyéb iránt működik benne minden, mint mondottam. Tetőkorlát a tetején, tehát egy kombi autót nézünk, nagyon nagy csomagtere van, de aki nem fér el, tud rá tenni még ugye kereszttartót is. Tolatószenzor. Működik a világítás hátul is, rendszámtábla világítás. Van benne roló, ezt most kivettük belőle, mert hogy most csomagtér háló van benne, ezt külön-külön lehet belerakosgatni, amit szeretnénk, az kerül bele. Van hozzá defektjavító, originál darab, megnéztem, lefotóztam, szintén meg lehet nézegetni, és ugye a csomagtér tálca, és itt ez alatt még vannak ugye más dolgok is, tehát itt a kerékcseréhez szükséges dolgok benne vannak, illetve itt van alatta ugye a Bose erősítő is, ott a pótkerék helyén tulajdonképpen. Fölhajtható ugye ez a könyöktámasz, és így néz ki a szövetkárpit, minden ablaka elektromos segítséggel megy, ugye a hátsók is, és innentől kezdve most már csak vissza kéne valahogy mennünk. Nézzük meg, hogy kialszik minden, még egy újraindítás gyorsan csinálunk. Tehát bekötöttem magam,
kiengedtük a kéziféket, leállítottam a szekeret. És akkor újraindítjuk. Kihasználjuk a kontrollámpák, tehát tulajdonképpen minden jó benne, minden üzemel benne, minden helyesen, normálisan teszi a dolgát. És akkor visszamegyünk vele a telephelyünkre, ott pedig megkeressük a srácokat, Ferit és Peti kollégámat. Az az ablak, és elhúzzuk. Úgy né. Nagyon kellemes, tényleg nagyon jó a zene benne, aki szereti a jó zenét, illetve a minőségen jól hangzó zenét, az majd itt nagy örömére fog majd zenélni, gondolom, hiszen... Közben haladunk azért lassan, vagy ha akarok, akkor nagyon gyorsan, mert hogy van benne erő, és van benne kraft, tehát nagyon szépen gyorsul az autó. Nézzük a kormányunkat, így félkezzel tudom tekercselni. Könnyedén tekeredik, amúgy a kormányunk is négy irányban állítható, tehát jön ez ki, be, és ugye le, föl lehet állítgatni a kormányát. Ez egy bőrbe vonatú kormány. Ugye hatos a váltója, mint mondottam, tehát van egy ötödikünk, és ha akarjuk, akkor van egy hatodikunk is. És ha visszaváltok egy harmadikba mondjuk, akkor megnézzük, hogy gyorsul az autó. Ilyen szépen meglódul, úgyhogy lesz majd élmény, aki szeret gyorsulgatni néha, ezt meg fogja kapni ettől az autótól. Aztán már csak itt a megérkezésünk lenne a kérdéses, mert hogy tényleg megjöttünk, itt egy Mazda tesó előttünk, nem tudok beállni, hát el kell, hogy köszönjék be tőletek, mert ez fél percig is eltart ez a üres járat, úgyhogy gyertek be hozzánk a kereskedésünkbe, ugye az M3 autóparkban, ott fogjátok megtalálni a Mazda 6-osunkat, ezt a sportkombit, ezzel a fantasztikusan jó felszereltséggel. És közben zöld lett a lámpa, azért mégiscsak bemegyek, akkor megmutatom nektek, hogy van itt még ajándék, itt van velem két kollégám, Feri és Peti, szerintem. Igen, ott vannak, jaj de jó, ott van egy szett téli gumi, egy jó márkájú, Michelin márkájú szett, és ez egy jó fajta téli gumi, és Mazda alufelniken van ez is, úgyhogy télen is majd szép lesz az autótok. Köszönjük a srácoknak, és köszönjük nektek, hogy megnéztétek a videót. Köszönjük szépen, hogyha nyomtok egy ilyen jelet a videónk végére, iratkozzatok fel a csatornánkra, és gyertek el ide a viszontlátásra.